444 millió forinttal támogatja a kormány a város önkormányzatát. Ezzel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót kísérte a polgármester, dr. Tibor István országgyűlési képviselő, valamint Fóris László és Sűris István a polgármester január 18-án a Városházán. Kísérte a polgármester elmondta, az orosz-ukrán háború, valamint a rosszul kezelt brüsszeli szankciók eredményeként elszabadultak a gáz és az energia árak, melyek nem csak a lakosokat, hanem a helyi önkormányzati intézményeket is érintették. Ennek eredményeként az októberi testületi ülésen egy 39 gombbal álló intézkedési tervet fogadtak el, hogy a megnövekedett költségeket kezelni tudják. Ezzel kapcsolatban keresték meg Balla György miniszteri biztost. A városvezető hozzátette, január elején értesültek arról az önteli hírről, hogy a kért összeget 444 millió forint támogatást biztosít a város számára a kormány. Köztudott mindenki által, hogy az energia válság miatt nem csak a háztartások, hanem az intézmények, a cégek, mindenki jóval többet fizet a gázért, az elektromos energia áráért 2023-ban, illetve kinek a szerződése hogy adja a lehetőséget, de nagyjából 23-tól mindenkinek drágább, jóval, nem egy-két szerese, hanem 5-6, valahol 10-szeres árat kell fizetni bizonyos helyeken a gázért például. Így a városok, az önkormányzatok, a települések számára is megnövekedett a 2023-as költség. Hajdúböszörmény esetében a korábbi években egy olyan 180-200 millió forint körül ingadozott az a költség, ami kifejezetten az energia költségeket mutatta, ez elsősorban a fűtés és az elektromos energiára volt. Nyilván ez változó volt ahhoz képest, vagy attól függően, hogy milyen hideg volt egy tél, mennyit fogyasztottak, milyen volt a gázára, de nagyjából ilyen nagyságrend volt. Kiszámoltuk, hogy az idei évben, 2023-ban kb. 1,4 milliárd forintra növekedett volna meg ez a 180-200 milliós korábbi összeg. Nyilván ez is a hidegtől, a gázárától, mindentől függ, de itt ilyen nagyságrendről volt szó. Az nyilvánvaló volt, hogy ezt a város Hajdúböszörmény, mint hogy egyetlen egy település jóformán sem tudnák igazdálkodni, így külső segítségre, illetve saját magunk által is meghozott takarékossági intézkedésekre kerül sor. Ezt mi meghoztuk az októberi testületülésen, egy 39 pontból álló határozati javaslatot fogadtunk el, ami aztán határozott lehet. Tehát döntést hoztunk ebben a kérdésben. Minden önkormányzati épületre vonatkozó ezek önkormányzati intézmények, vagy akár a cégeinkkel kapcsolatos döntések voltak. Egy volt a lényeg, hogy mindenkinek részt kell venni ebben a programban valamilyen szinten. Nyilván a törvényi kötelezettségeket nem tudtuk, és nem is lehetett, nem is akartuk megváltoztatni. Tehát ahol gyermekek vannak, óvoda, bölcsőde, ahol idősek vannak, idős otthon, ezeken a helyeken nem lehetett realizálni költségcsökkentést, illetve hát lehetett bizonyos dolgokban kértük, hogy azokat a helyiségeket ne használják, amelyek nem fontosak a napi munkavégzés szempontjából, tehát ilyen jellegű intézkedéseket ők is meg tudtak hozni. És ezek után volt nagyon fontos az, hogy azt láttuk, hogy mi több száz millió forintot meg fogunk tudni takarítani az energiaköltségeinkből, ha ezeket az intézkedéseket tudatosan végig visszük, de még akkor is egy nagy luk tátongott a költségvetésünkön, szintén több száz millió forintos luk. Így 444 millió forintos támogatást kértünk a kormánytól, amelyet nagy örömmel jelenthetem be, hogy megnyertük, vagy megkaptuk, inkább így mondanám. Miniszteri biztos úr, a Balla György miniszteri biztos úrral tárgyaltunk, illetve szakértőivel egyeztettünk ezekben a kérdésekben, és részletesen végigkérdezték, hogy melyik lépésünktől mennyi megtakarítást remélünk, milyen intézkedéseket hoztunk, van-e még elképzelésünk a folytatásban. Tehát nagyon alaposan megkérdeztek bennünket erről a kérdésről, hogy a 10 000 lakos fölötti településeket hívták meg személyes egyeztetésre. Majd Tiba István képviselőről is egyeztettem, és kértem, hogy mint máskor is ebben is segítsen nekünk, és hát ahogy mondtam, amit kértünk, tehát a 444 millió forintos kérésünkre 444 millió forint támogatás érkezett. Ezzel már én azt látom, hogy a 2023-as évet, legalábbis a működési részét tudjuk biztosítani. Nyilván január eleje van, tehát még itt bármi lehet, bízom benne, hogy mondjuk a háború esetében pozitív híreink lesznek, mármint hogy vége lesz végre a háborúnak. Mástól nem tartok, én bízom benne, hogy ez az idei esztendő végre a sok évi
évi válság, koronavírus, háború és egyéb nehéz helyzetek után egy kilábaló normális év lesz mindegyünk számára. Dr. Tibor István országgyűlési képviselő hozzátette. A választókerületében mind a 10 település érintett a támogatásban pártállástól függetlenül, valamint köszönetét fejezte ki a lakosság irányába, hogy megértették és elfogadták nem csak a saját háztartásaiban, de az önkormányzat intézményekben is nehéz a megnövekedett árakat kezelni. Olyan helyzetet élünk, ahol a drasztikusan megváltozott energiaköltségek, amit ugye nagyon jól tud mindenki, aki egy picit is foglalkozik a külpolitikával, belpolitikával, hogy egy nagyon rossz uniós döntéssorozatnak az eredménye a szankciók révén, ahol nem veszik figyelembe azt, hogy ezzel igazán kinek okozunk nehézséget. Az országban, de mondhatom nyugodtan, hogy egész Európában borzasztó nehéz helyzetbe kerültek az energiafelhasználók, és hát azt mindenki tudja, hogy az önkormányzatok és intézményeik igen jelentős energiafelhasználást tudnak bemutatni, és ilyen megváltozott, megdrágult, mert az, hogy megváltozott, az lehetne kevesebb, megdrágult energia hordozók mellett egyszerűen képtelenség működni. És a kormányzat ezt értékelte, jeleztük országgyűlési képviselők, hogy nem lehet magukra hagyni az önkormányzatokat. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak a saját hatáskörükben, saját működési területükön ne kellene különféle intézkedéseket, takarékossági intézkedéseket bevezetniük, és én úgy látom, hogy a kormányzat ezt méltányolta is. Tehát azokban a támogatásokban, mert nevezhetjük támogatásnak, amit egy-egy település kapott, itt az én választókerületemben a legkisebbtől a legnagyobbig, tehát Folyástól Hajdúbeszörményig, mindenhol értékelték azt, hogy a település vezetői, ha nem is egyforma mértékben, de talán 9 településen mondhatom, hogy igen, maximális odaadással igyekeztek takarékoskodni, figyelembe véve a lakossági elvárásokat is, tehát nem lehetett drasztikusan itt bezárni mindent, és nem is szabad, hanem észszerűsíteni kellett bizonyos intézményeknek a működését, és ez egy jelentős megtakarítást eredményez az önkormányzatoknál, és teljes joggal várta el mindenki, a településvezetők is, hogy emellé egyfajta segítséget kapjanak a kormányzattól, amit meg is kaptak. Fóris Resszó a polgármester a sajtótájékoztató negyedben mellett ismertette a számadatokat, melyel alátámasztotta a takarékoskodási intézkedések helyességét. A gáz esetében 25%-os, még a villamos energia esetében 15%-os megtakarítás történt novemberi és a decemberi hónapokban. Sős István a polgármester hozzátette, folyamatosan ellenőrzik az önkormányzati intézményeket amiatt, hogy betartják-e az intézkedéseket. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, mindahol megértették és betartják a szabályokat.